Miskolci vagyok, 1947. október 5-én születtem Miskolton. 1966-ban érettségiztem Földes gimnáziumban. 1966-tól 77-ig, 72-ig a Debreceni Orvosi Egyetemre jártam. Azt mondja, 1972-ben diplomát kaptam. 1972-től 74-ig a Semmelweis Kórház Urológiai Osztályán dolgoztam. 1976-ban urológiai sebész szakorvosi vizsgát szereztem Budapesten. 1977-ben kiköltöztem ide Hernád Németibe, feleségemmel és két gyermekemmel. A feleségem személy szakorvos volt akkor, a fiam 3 éves volt, a lányom 7 éves volt. 1997-ben háziorvosi szakvizsgát szereztem, ugye a rendszerváltáskor mindenkinek szeretni kellett valami más szakvizsgát is. Úgyhogy szerettem itt lakni, szerettem itt élni. 1977. február 1-én egymagam voltam itt orvos, egymagam voltam. Az elődöm fogorvos is volt, tehát ő mindent csinált. Én csak a orvos, gyermekorvos, háziorvos, iskolaorvos, óvodaorvos munkát végeztem el. 3,5 évig magam voltam orvos, utána pedig szerveztek egy másik költet, és akkor jött ki a feleségem mellém dolgozni a kórházból, és ő egyben a Hernád Kaki háziorvos is volt. A feleségem 2006. március 19-én halt meg. A lányom gyermekorvos, Tapolcán él, van két gyermeke. A fiam református lelkész, ő pedig egy gyermeke van, ő pedig Sajóhídvégen lakik. Úgyhogy én szeretem a precíz munkát, szeretem a mindennapi megbízható munkákat. 20 évvel ezelőtt halt meg apám, és akkor írtam egy pár verset, lévén, hogy apám vonalán többen is voltak, akik verseket írtak. Én ezt az egyik versem ez volt, ami meg is jelent az egyik újságban akkor. A apám egyik újságíró barátja jött ide, és akkor ő vitte ezt a verset. Tehát nem én forszíroztam végül is ezt. Ez a vers így szól, hogy örök utakon, apám halálára 1999. január 21-e. Apám csak fekszik, mint egy jóságos szfinx, sasorra büszkén mered, és boldog ő, nézi, érzi drága barokk kis városát, s lám hallja, hogy az Egerpatak csacsog neki, ahogy a habja megtörik az érsekkert kövein. Drága apám, hazudták, hogy hiába volt a sok-sok álmodás, a könnyek és a kín, a golgoták. Hiába folyt volna, eléltetek? Hiába szólt volna, nyár este volt? A madár vígan dalolt a lomboságon, még álmodni sem tanultunk volna tőletek. Apám, hogy feledhetnénk, hogy 20 évesen tinéktek álltak sorfa a nagy templom lépcsein, az ifek és a szűzek boldogan. Nászotokat köszöntve harangzúgása közt, s a rózsakert megőrzi táncos kedvetek, s sétáljtok a szép asszony völgyölén. Apám, réptek nyomába taposok a szürke nénikék kolostoránál. De bármerre járjak, jössz te is velem. És én megyek mindig és mindig feléd. És egyre közelebb, mert öljenek meg, vagy legyek örökre átkozott, de álmotok, drága apám, anyám, az álmomat nem adom. Úgyhogy én nagyon szeretek itt lenni Hernád Németiben, szeretem azt az ősi kertet, szeretem ezeket a fákat. Ezeknek a felét én ültettem már, a fele fát én ültettem, a másik felét az előröm ültette. De én a fenyőfát azért szeretem, mert a barátom az egyik pártitkár,
az csodálkozik is rajta, hogy miért a fenyőfát. Mert a fenyőfa olyan, mint én. Mindig egyforma. Télen-nyáron. És az mindig hízik a fenyőfa, az télen is hízik. Én az állandóságot szeretem, aztán, hogy mi lesz, meg hogy lesz, az teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Én már nem akartam ezt a verset sem elszavarni, mert úgy vagyok vele, hogy már az emberek beszélnek ugye a felmelegedésről, meg beszélnek a környezetszennyezésről, meg mindenről beszélnek, de nem tesznek semmit ellen. Semmit. De jó, hogy elmondhatod túl ezt a verset, mert ebből tudomást szereztünk arról, hogy ha jól értettem, hogy az édesapja, ő egri. Az anyám is, az apám is egri volt. Meséljen róluk valamit. Az apámnak a nagybátyja, az egy cisszercita pap volt, aki a legjobb barátja volt Gárdainak. Ő intézte a temetését. Ő temettette el a várba Gárdait. Gárdanyi utálta a papokat. Azért utálta a papokat, mert Gárdanyi elvette a saját testvért feleségül. Második házasságában. Volt is tőle két hülye gyereke. Tehát a gyerekek beltenyésztés miatt nem voltak normálisak. Én ott van eltemetve anyám mellett az egyik, a Ziller Géza nevű, mert ez egy Ziller Géza volt az a Gárdanyi végülis, tehát az volt a rendes neve. És a nagybátyám nagyon liberális pap volt, nagyon nagy irodalmár volt. Itt vannak ezek a sorozatok, a világirodalmi sorozatok, azoknak benne van a szerkesztőbizottságában. Akár a külföldi sorozatokban, akár a magyar klasszikusok sorozatában benne van. És nem szóltak bele a doktorúnak a házasságában idején, hogy a felesége, meg úgy tudom, hogy református volt a lánya. Hogy nem szóltak bele. Tehát semmi ilyen. Nem. Amikor én gyerek voltam, akkor a szüleim átjöttek Egerből a szüleim állás miatt, átjöttek a háború után állás miatt. 46-ban született a bátyám, még Egerbe született. Én 47-ben születtem, és én már itt születtem, én már Miskolcon. És ahol a Kumbéla patika van, ott éltünk. Ott van a lakás, most is a szüleim, ott van, most is le van zárva. Akkor nem volt ez érdekes, meg Miskolc egy nagyon jó gondolkodású város. Nagyon jó. Miskolc egy liberális gondolkodású város. Ez a jó értelemben vett liberális gondolkodású város. Mindenkit befogad. Egerbe például visszamentek oda olyanok dolgozni, akinek a felesége egri volt, és ő miskolci volt. És nem hosszabbították meg az orvos, csak mindig hosszabbították, de sosem lett véglegesítve. Az egy ilyen merev város Eger. Tehát Eger egy merev város. Nekem az unokatestvéreim kideszidáltak külföldre, minden, nem tudtak ott élni. Nem tudtak ott élni, mert Eger egy ilyen város. Miskolc egy nyílt város, tehát aki tehetséges, az Miskolcon befuthat. Hát én szerettem Miskolcon lakni. Szerettem, csak én nem akartam kivárni, hogy főorvos legyek. Ennyi az egész. Meg én nem akartam kórházorvos lenni. Azon voltam, hogy szerzek egy kórházi szakorvos vizsgát, szerzek kórházi gyakorlatot, és utána elmegyek követőorvosnak. Én mindig követőorvos akartam lenni. De ez nem volt probléma, hogy most református vagy katolikus. Nem volt. Nem volt. Érdekes ez. Nagyon érdekes, mert mi ugye szegény ember gyerekei voltunk végül is, érdekes módon, és nagyon jól nősültünk. Hát az egyik öcsém, aki szerencsém főorvos, aki az oroszoknál járt kint, aki szerencsém, az utolsó reakciós polgármesternek vette a lányát. Az utolsó miskolci reakciós polgármester, tehát milliómos lány tesz feleségül. A másik lány, az ott onnan, a másik fiú Patakról nősült, az szintén egy jó, a Molnáréknak vette a lányát, a Molnár Jánynak, az egyik az adjunktus nő, a két mozi az övéké volt, az országosi képviselő volt az is, tehát jó nősült az is. Egyik öcsém vett csak egy parasztlányt el, egy gyásznak a lányát. Többiek mindig ilyen felfele nősültek, mert én is felfele, egy papnak a lánya, az nagy dolog volt az is. Hát ezek így voltak. De nem volt ez kiszámítva. Csak mivel tanultunk, ugye ketten voltak mérnökök, ketten voltak orvosok, ez így sikerült, ez nem.
nem néztük mi az, hogy mi van. Tehát akkor négyen voltak testvérek? Négyen vagyunk fiú testvérek. Négy fiú volt. Jól nősültünk mi, nem nősült egyikünk se rosszul. Szülei mivel foglalkoztak itt Miskolcon? Ó, hát az... Édesapja? Az apám igazából kereskedő volt, neki a falatása kereskedő volt, de hát sok minden volt. Volt biztonsági főnök az ágyúgyárban, az Ázsiában, az LKM-ben. Volt, az állami járóházban volt, az állami járóházban volt igazgatóhelyettes, az állami járóházban. Barcikán kapott, Rákosítól kapott egy kitüntetést, mert ott a BVK-nak az első ilyen gazdasági vezetője volt, a konyhat vezette, minden tudott. Több ezer embernek főztek, nem tudom, mit tudom, meg volt a kitüntetése. Barcikán volt sokáig. Aztán a végén a kórházban volt, élelme is lehető, a Szentpéteri kórházban. Tehát sok mindent csinált az apám, sok mindent. Édesanyja? Anyámnak nem volt ő szakmája, nyomdásznő volt, anyám nyomdásznő volt. Nyomdász volt végül is. Úgyhogy. De hát mindig dolgozott ő is valamit. Apám helyett beszállt helyettesíteni ezekben a dolgokban, amiket ő is csináltott, ilyen kereskedelmi dolgokban beszállt. Meg hát négy gyereket még felnevelni közben, úgyhogy... És akkor nagy áldozatot kellett nekik vállalni ahhoz, hogy minden évben... Nagy áldozat volt, nagy áldozat. Nagy volt. Hiába ingyenes volt az oktatás, de azért négy gyerek az akkor is sok volt. Már akkor is sok volt. Az egy csoda volt, hogy a feleségem is hatan voltak. Tehát ők egy lelki család volt. Hát ők azért voltak sokan. Most tartanánk bár itt, hogy... Négy, meg hat gyerekek születnének egy család. Már akkor is úgy néztek rá, mint a bolond, amikor sétáltunk a fő utcán Miskolcon, a négy fiával, apámat, tehát néztek rá, mint aki nem normális, hogy két gyerek, általában két gyerek volt. Hát négy gyerek az rengeteg volt. És azon csodálkoztak, hogy tanultunk ki. Azt mondták, hogy hát honnan volt ennyi rengeteg pénzünk, hogy lefizetjük a professzorokat, hogy minket felvettek. Hát igen, de én a Szovjetunióban jelentkeztem orvosi egyetemre. Engem nem vittek el az egyetemre, nem vittek el. Én a Debrecenbe mentem át azzal a pontszával, én Pestre felvételiztem. Az öcsém, a legkisebb öcsém, az a Szovjetunióban felvételizett Debrecenbe, és már ő Leningrádba végezte az orvosi egyetemet. Tehát ő ott végezte, úgyhogy jó fejek voltunk. De mondom, hogy szerettünk itt lakni. Mondjuk nem akart a feleségem kijönni falra, azt mondta, hogy. Nem azért mentem Városi Józsefén falura menjek, de én ismertem a Lacinak az apukáját. Ismertem az apukát, és azt mondtam, hogy ha egy ilyen szép porta igényes volt, ő is igényes ember volt, azt mondtam, hogy ő csak egy szép helyen dolgozik. Mikor én ide költöztem, ezt kertészmérnök tervezte meg az elő meg a hátsó kertet. Itt minden volt. Itt olyan szőlők voltak, hogy csak a mesében van. De itt minden volt ebben a kertben. Elő lugas itt. Hátul lugas ilyen, hát körbe kellett ülni. Ha itt kinéz az ablakon, ott olyan az erkély olyan, hogy az maga 2 milliót ír az erkély. Ha 20 centivel szélesebb volna, én is kívülni, de sosem ültem ki az erkélyre. Apám még kiültek az erkélyre, én sosem ültem ki az erkélyre. Nem ültem ki. Nem is volt időm, mert én éjjel-nappal mentem. Rengeteget mentem. Most nekem ez a 2000 ember, ez kisugyamból kirázom, mert az igazsághoz. Nekem ez semmi. Mert én mentem mindig a feleségem helyett is ügyelni, tehát helyette is mentem, tehát én megtanultam azt, hogy nagyon gyorsan kellett dönteni. Amikor kiléptünk a ügyeletből, már igen. Doktor úr, meg a felesége csinálta. Igen. Ügyelet. Én csináltam. Én magam csináltam. És akkor, amikor elmentem az infarktussal a kórházba, akkor a többi orvos így bedobta a kulcsot, és azt mondta, hogy holnaptól nem csinál, kész. Hát ez a rendelő azért van megcsinálva, benne van a beszámolóban. Ez abból a pénzből van a 10 millió forint, amiből itt a rendelő megmaradt a nagysága, de a váró az duplára lett nagyobbítva, meg 3 WC, meg fürdő, meg mindenet csinálva. Hát a tanács hozzá mindig rendes volt, de én is mindig rendes voltam. Jól felfogott érdekembe, tehát sose ellenkeztem velük, se Gyurival, se Novákéval, se Zsoltival. Mondja a doktor úr, hogy 77-ben jött ki ide dolgozni,
Hát akkor kiköltözött egyből ide, vagy Miskolcon ki járt még akkor? 4 hónapig jártam ki. Tehát Miskolcon lakott, és még nem volt, nem volt megvéve ez a lakás, és azt mondtam, hogy akkor jövök ki, ha ezt a házat megveszik. És ez nagy klinger téglából készült ez a ház, nagy klinger téglából csinálták. Ez. Akkor ugye csak egy körzet volt a faluban, mert említettem, csak egy volt. Választó falu. Akkor hány lakosa volt a falunak? Hány állátotja volt magának? Hát olyan 3200 ember volt. Most van olyan 4000. Most 3830 körül van az egész szaktipakai. Te össze-vissza van, ez most keverekbe. Feleségem itt van, 150 ember kakból. Itt van. Csanázsóan 40 ember. Vagy Gesztelyből van 50 ember. Hát ez a 33 év, ez rengeteg idő. Ha azt számítom, hogy hát ez rengeteg idő, mert 44 év az egészségügyben, 44 év, mert ez egy borzalmas és hosszú idő, mert ahogy itt számolom, hogy ugye mikor 66-ban érettségiztem, tehát az 44 év, tehát akkor mentem be az egészségügybe, tehát akkor már utána már az egészségügybe kavartam. Milyen volt itt az élet a 70-es években? Hát már akkor itt már alakultak a dolgok, ahogy írtam a beszámolomban is, hogy tehát itt ezért szélületes dolgok alakultak ki, tehát szélületes dolgok, mert víz, szennyvíz, gáz, közvilágítás, tehát itt sok minden, hát mikor ide kerültem az első 15 évben, a fogorvos hol rendelt, hol nem. Hát ez érdekes volt, mert az az érdekes, hogy a fogorvosok mindig 3 gyerekesek. Hát ezek azokkal mindig probléma volt, mert 3 gyerekük volt, és akkor volt itt több forrás, akik 3 gyerekkel voltak, és sokszor nem volt rendelés. Abban a rendelőben nem is volt semmi ott fent, mert volt, mikor a feleségem se rendelt valami miatt, vagy beteg volt, vagy valami először, nehezen szokta ezt a falusi légkört. Az első 3-4 évben 3 hónapokat volt táppénzem, mert szóval nem akart itt annyira dolgozni, mert szóval nem érezte annyira még a dolgokat, hogy csinálta, de én csináltam azt is. És akkor az a rendelő be volt zárva, senki nem volt hetekig, mindenki ide járt le. És az embereknek az egészségügyi állapota milyen volt a régihez képest? Most javult, rosszabbodott, egészségesebb, be kellett legyen? Ezen a tavaszon, illetve ez utóbbi fél évben egy meglepetés ért. Az a meglepetésért, hogy sokkal több fiatal nő meghalt, magyar nők, mint férfi. Ez a meglepetésért. Ez a nagy emancipációs nagy hullám miatt most ezek a nők sorba haltak meg. Fiatal nők, rengetegen meghaltak. Fiatal nők. Ugye most ez a... Ezek magyar jelenek. Nem is azt mondtam, hogy ezek ittak vagy dohányoztak, és azért, mert cigányok voltak, rosszul éltek, és azért haltak meg. Megdöbbentő az, hogy rengeteg fiatal nő meghalt most. Rengeteg. A betegségek hogy alakulnak? Már arra gondolok, hogy a 70-es évek, amikor ide került, akkor milyen betegségek voltak az uralkodók, és hogy változott esetleg ez a tendencia, ha változott egyáltalán? Régen milyen betegségek voltak a gyakoribbak? Milyen voltak a gyakori halálok a 70-es évek közepén? Hát vannak érdekes dolgok, hogy például amikor a kommunizmus teljes gőzzel ment, a szocializmus teljes gőzzel ment, akkor majdnem egyformán haltak a nők, meg a férfiak szívinfarktusban. Rengeteget dolgoztak az emberek, mert volt értelme, hogy dolgozzanak, de most a rendszerváltás óta, mintha kevesebb ember halna meg infarktusban. Tehát a régen akkor a vezető halálok a szívinfarktus volt, igen. Mert ez egy szerző világ volt. Akkor épültek, mikor én ide kikerültem, akkor épültek a városok, panelből, mindegy, vagy akármiből. Itt a falu, akkor épült a falu. Akkor építették a falvakat. Hétvégén szavaszomat, vasárnap mentek a soborhoz, mindenki építkezett. És akkor
akkor ott bele szokás volt, hogy, a, hogy egy férfi egy lába sört megívott egy nap, meg megívott egy kérdezést. Ez volt az alap. Rengeteget dolgoztak az emberek, rengeteget dolgoztak. Az egy szerzővilág volt. Utána megint szerzővilág lett, mert az utolsó ráhajtások voltak a sörgyárban is, mindenütt, a GMK korszak. Amikor lejöttek az irodisták, és akkor rakták a ládákat, meg ilyen marasságokat, mert arról mentesen kapták a pénzeket. Az utolsó nagy ráhajtások voltak. Hát ezt én, ezeket a betegségeket, amik most vannak, a nők, most már a nők 35 éve fogamzásgátlót szednek. De mindenki eszi az akármiket, mindenki eszi. Ritkaság kifogni olyan élelmiszert, ami bio. Most ugye ebédeltem a papinknál, a 89 éves bácsi, meg a 87 éves néni, mondták, hogy a születésnapja volt, most hallotta ott a templomban is, hogy ő megnézte a cukrokat az ápolóban, mert injekciózva van, erősítő injekciózva őket, mert mégis valamit csináljunk velük. Marika injekciózva. És a bácsinak 4-es a cukra, a néni meg 4,8. Mikor minden második férfi meg nő cukros, de ezek főznek otthon maguknak, meg saját csirkét tartanak. Szóval megdöbbentő ez, mert esszük a brazil csirkét, meg nem tudom miket, szóval ez forradalmas. Azért mondom, hogy hát ez furcsa dolog, mert egész más betegségek vannak most, egész más betegségek vannak valóban, mint régen voltak. Mit mostanában a vezető halálok? Hát, amit a beszámolóban biztosan olvastam is. Most olvastuk ezt a beszámolót, de ez 40 év múlva nem lesz meg ez a beszámoló. Mindegy, nem érdekes, csak azért mondom, hogy ugye vezető halálokok. Tüdőrák, mellrák, vastagbélrák. Ezek a vezető halálokok. De amit soroltam itt fel ezeket a fiatal asszonyokat, itt voltak ezek a fiatal asszonyok, ezek mind leukémiások voltak. Illetve a leukémia legenyhébb fokozata volt, a Hodgkin-kór. És miért sem tudják őket megmenteni? Hát hogy lehetne őket megmenteni? Amikor már annyi vegyszert megeszik valaki, hogy már a tűréshatárt meghaladja, akkor megbolondul a vérképzés, megbolondul. Hát sokat kibír a szervezet, rengeteget megkibír. Az ember, tegnap beszélgettünk a unokámnak a születésnapján voltunk idén, és akkor beszélgettük ott a gyerekekkel, a fiam, lányom, csak ők voltak ott, meg az gyöpnökhez beszélgettünk, hogy ugyanannyi mindig a patkányok száma, mint az emberek száma. A patkányok száma mindig ugyanannyi a patkányok száma állítólag. Tehát mindig ugyanannyi a patkány. Mert azon a szeméten élnek, amit az emberek termelnek. És akkor ahogy a patkány is rengeteget kibír, hogy megeszi a műanyagot, meg megeszi a motornak a gumiát, meg mindent mondja a fiam, hogy odébb viszi a motort, nehogy megegye a gumiát, meg ilyeneket. Tehát itt mi is rengeteg mindent megeszünk, és egyszer csak azt mondja a szervezet, hogy elég volt. Mert ilyen abnormális sejteket termel, azokat pusztítgatja ő ezeket a sejteket, egyszer csak nem pusztítja tovább, úgyhogy nehéz ügy, ez végtelen nehéz. És az ember nem tudja, hogy most az ember azt mondaná, hogy nem tudom, mikor eszem meg azt a halálos, az utolsó falatot. De hát azt tudhatom, hogyha törekszem a biokajára, ha törekszem rá, akkor azért sokkal nehezebben fogom beenni azt a legutolsó rossz falatot. Sokkal nehezebben fogom megenni. Tegnap a menyem is háromszoros áron özét hozott, azt a mangalica húst a biopiacról tegnap. Nem tudom, hogy mi van azzal. Van-e másfajta koleszterin? Jó koleszterin. Olyan, ami kell a szervezetnek. Igen, amire szükség van. Úgyhogy nem tudom, én nem is tudom mit mondani erre, mert ezek ilyen furcsa dolgok, hogy... Azt tudom például, hogy ugye minden parizernek egyforma az íze. Én 4 éve ezelőtt voltam a kórházban, akkor néztem, hogy behozzák a parizert. Mindig más színe van, de az íze ugyanaz. Úgyhogy azért mondom, hogy nem tudom megmondani, hogy mi a divatos betegség most. Ha most ami furcsa, ami megváltozott, az én életem megváltozott. Mondom, hogy nem a férfiak isszák halálra ott, hanem a nők halnak meg, a fiatal nők. De például, mikor én fiatal voltam,
mondjuk 30 évvel ezelőtt akkor a gyomorrák volt az uralkodó, gyomorrák. Ették a füstölt húst, meg nem tudom miket ették a nehéz emészetet. Most meg teljesen lejött a rák. Tehát nincs gyomorrák. Most találkoztam egy nénivel, akivel azt mondták, hogy gyomorrák jó. Hát nem is tudom ki volt az, akit Csanahorban mondták valamelyik nap. Fent. Egy öreg néniről, minden, nem is mondom én persze, csak gondolkozom, hogy kiről mondták, hogy azt mondták, gyomorrákja van, és akkor nincs gyomorrákos, de rengeteg van vastagbélrákos. Rengeteg van. Ez azért van, mert a vastagbélben sokáig áll a kaja. Sokáig áll. És bekoncentrálódik a vegyszer. És mondják, nálunk is találgattak a professzorok, sokszor beavatást tartanak, sokszor találgattak, mondják, hogy a máj mindenből, minden vegyszerből epét képez, mert ő ugye újra hasznosít. Az epe az meg egy ilyen emésztő nyavaja, és rengeteg epét képez a máj, tehát háromszor annyit, mint a régi embernek. És az a rengeteg epe, ez felmarja a vastagbeleket. Ez a baj. Minden vegyszerből epét képez, és az epe meg felmarja a vastagbeleket. Szóval azért érdemes enni ezeket a szénhidrátokat. Mondják, hogy a afrikai ember az háromszor annyi székete van, mert az rengeteg növényi dolgot teszik, de ezek a növények, a korpa, meg nem tudom mik, ezek kötik meg a vegyszert, aztán viszik ki, és minden nap van székete. Nekünk az a fontos, hogy legyen legalább minden másnap legyen székletünk. Ez az alapvető dolog. Ez egy alapvető dolog. Én azt tartom, hogy azért iszom házi tejet, azt tudom gyereknek mondani, hogy az egyetlen anyag, ami biztos, hogy bio, az egyetlen, mert még az almasa, még a zöldség se semmi. De a tej, az biztos, hogy bio, a házi tej. És az egy ilyen ambivalens, megköti a savat, a lúgot is, és az méregtelenít minket. Tehát azt legalább egy 2-3 deci tejet érdemes meginni. Ha nem bírja meginni az ember édesen, akkor megint szaladott tejnek. Valamilyen formában. Az a fehérje megköti és kihozza a mérgeket. Úgyhogy, hát én nem tudok mást végül is, nem tudok mit mondani az én életem, hogy mik történtek. Hogy... Régen milyen volt az embereknek a faluban itt a hozzáállás az orvoshoz? Bizalommal fordult a téged, vagy inkább ma fordulnak bizalommal az orvoshoz problémáikkal? Az emberek nem szeretik a hatalmat. Az orvosnak hatalma van? Van hatalma. Van. Az orvos azt mondja, hogy ezt csináljátok, ki csinálják. Hamarabb kicsinálják, mint hogyha a polgármester mondja, vagy a pap mondja. Hamarabb kicsinálják, de én nem bántottam soha senkit. Én azt tartom, én városi vagyok, azt mondom, hogy a falusi emberek elintézik egymást közt a dolgot. Én soha nem szóltam bele semmibe, nem szóltam bele. Direkt nem szóltam bele. És ezt tanítom a gyerekeimnek is, a fiamnak is ezt tanítom, ne szólj bele. Megmondom miért. Az apám kereskedő volt. 1951-52-ben kihelyezték aktelekre, vegyes bótus lett. De biztos ő elkelt. És akkor ő ott meg akarta váltani a világot. De itt tudom én, mit akart újításokat ezek. És egyszer ráfűrészelték a gerendát. Az apámra. Ráköszönhetünk velem. Falusiak. Na, azt mondom, hogy nincs a falusiakkal semmi gond, de el kell fogadni őket olyannak, amilyenek. Hát el kell fogadni. A falu az él a maga törvényei szerint. Hát ezt be kell látni az embernek. Én, amikor elmegyek egy cigány belekedéshez, ütik egymást, mint kések, minden, megállok a szélen, és akkor ott állok. És akkor várom, hogy na akkor mozduljanak valami. Hát várni kell, és megvan a megfelelő pillanat. Nem úgy, hogy oda megyek, és elkezdek ott hőzöngeni, elkezdek ott okoskodni, nem lehet. Nem lehet, mert minden, én azt tartom, hogy én sok minden sportoltam valamikor. Tehát azt mondom, hogy mindennek a világon ritmusa van. Ha nincs ritmus valamiben, akkor vége van. Hiszen azért van az egészségével is, ez a gond. Hiszen az ember tönkretette az éjszakai műszak. A felesleges éjszakai műszak, ami nem kellett volna. Ez volt a hülyeség, amit nem kellett volna csinálni. Szóval nem kellett volna éjszakai, csak ott, ahol muszáj. Nem kellett volna, de ez tönkretett az embereket.
Mit a legnehezebb megcsinálni mondjuk falu? Egy falusi embert felkölteni éjjel, ha ő nem akar felkelni. Hát szétvergetem az egész hálát, nem fog felkelni akkor se. Hiába ordítok, meg dörömbölök, meg kiabálok minden, nem fog felkelni. Erő érző, hogy neki pihenni kell, neki aludni kell. Tehát az emberek nem szeretik igazából az orvost, nem szeretik a papot se, az emberek nem szeretik a hatalmat. Az emberek a hatalmat nem szeretik. De mivel rá vannak szorulva, ezért kénytelenek elfogadni, kénytelenek, mert nem tudnak jobban. Hát látom a fiamnál, már ott van 12 éve hétvégen. Ő pap, olyan református pap. Mert a falusi ember, meg minden ember, azért nem kell feleslegesen beszélni, meg feleslegesen hőzöngeni, meg okoskodni, mert értelmetlen. Mert amikor baj van, akkor az úgy van, mint az egyszerű római embernél, amikor azt a híres római elment az ellenség, akkor azt a konzult lezavarták, hazament, gazdálkodott a földjén. És amikor jött az ellenség megint, és akkor ő szántott, és akkor szóltak neki, hogy gyere már, mert az ellenség megint itt van. Így van az orvosnál is. Én ezt tartom. Tehát nem azért szeretnek, mert én szép fiú vagyok, vagy jó vagyok a felét. Érdekből szeretnek. Ha nincs érdekeltség, megette a fene az egészet. Megette. Tehát az embereknek valamit nyújtani kell. Nekem ez a meglátásom. Ha valaki nem nyújt az embernek valamit, lehet embereket manipulálni, Hát azzal, hogy én ahogy viselkedek, azzal azt érzhetem, hogy én meg tudom gyógyítani. Azt érzhetem vele. És akkor ő már manipulálva. De ha éten hőzöngök, okoskodok össze-vissza, mint egy hülye, ez nem nyerő. Azért emberek én senki utána lenni. Hogy ajánlom, amikor hogy fél év múlva el fog menni, aztán egy egész más fog csinálni. Nem lehet. Úgyhogy nem tudom. Az emberek azok egyformán vannak az orvoshoz. Egyformán viselkednek. Nem tudom. Meg lehet nézni, hogy viszonyul a világ emberisége, hogy viszonyul az orvosokhoz. A világ. A magyar orvos elmegy Németországba, a német orvos elmegy Angliába, az angol orvos elmegy Amerikába. Hát mindenki megy szanaszét, mert mindenki úgy érzi, hogy nincs ő megbecsülve eléggé. És mindig megy tovább, ahol jobban megfizetik. Oda megy az orvos is. Mert sehol nem úgy van, hogy... annyira imádják, és... Az nem, mert... Az emberek, mit tudom én, kétharmad elfogadja a hatalmat, az egyharmad nem fogadja el a hatalmat. Nem fogadja el. Neki ne parancsoljon senki. Hát látszik az, hogy az emberek nem akarják elfogadni az orvos hatalmát. Apám azt mondta, hogy aki egri volt, és azt mondja nekem, hogy tudod, fiam, nem az orvosok kerestek jól valamikor se, hanem a nagy kereskedők kerestek, ott szaladt az orvos a táskájával, aztán gyógyította azt mondja meg a kereskedőket. Az akkor is így volt. Csak én hallgattam, csak néztem rá, mert azt hittük mi is, hogy hát az orvos hatalmat, az szuper. Mert a doktor bácsi ettől az ananász befőttetett 52-be is. Mert ő akkor is azt tette. De nem lehet ez. Nem lehet megmondani, tehát... Ezek érdekes dolgok. Nem egyszerű dolgok ezek. Mondom az egyszerű embereknek, hogy ugye miért nem tartanak disznót, meg jószágot, meg ezt, meg azt, és akkor azt mondják, már légy is, hogy miért? Akkor minek tanultak a gyerekek? Akkor miért van az egész? Na, nem lehet. Nem lehet senkit semmiről meggyőzni. Meg nem lehet a modern világpolyanatok ellen nem lehet harcolni. Nem lehet csinálni semmit. Semmit nem lehet csinálni. Nem sok mindent lehet. Úgyhogy... Tehát inkább ezzel az utóbbival értek egyet, hogy nem sok mindent lehet. Nem sok mindent. Lehet. Valamennyit lehet. Meddig? Az állam holnap azt mondja, hogy betiltom a engedély nélkül a tejadását, mert ez fertőzési veszély. Még én itt vagyok 33 éve, még senkit nem láttam, hogy fertőzés kapott volna a házi tejt. Még senkit. Már az acskós tejtől láttam, hogy felpesett, meg megsajnott. De még ettől nem láttam soha meg a tejföldtől. Kitalálja egy porhint, kész, vége, és akkor utána holnaptól én is hiszem az acskós tejet. Kész. Hát ez... És a halálra ítélt engem is.
vége. Mindegy. Nehéz így. Nehéz dolgok ezek, végtelen nehéz dolgok. Nem is tudjuk, hogy mi zajlik a hátunk mögött. Amint megdöbbentem, néztem egy hete egy műsort, a kávétermesztés története. És akkor mondja, hogy a világ legnagyobb kávétermelője jelenleg Vietnám, és egy ilyen megabab kávét termel, egy nagyon rossz minőségű, egy ócska vacak, és az egész világ kávétermesztését tönkretette ezzel. És köpnek a dél-amerikai, amikor Vietnám nevét hallják, mert a rengeteg kávét a vietnámiak termelik. És olcsó vackot termelnek, és akkor megvesszük, mert hát valamit azért akarunk inni, én is iszom kávét néha. Tehát ez, azért mondom, hogy ez így működik, tehát mi nem tudjuk, hogy mi zajlik és mi történik, fogalmunk nincs róla. Amit tudunk ellenőrizni, az nagyon kevés. És vagy van, a szerver sokat kibír, de minden nem. Megtelik, mint a ereszalt lévő hordó. Az. Szegény felesége mindig azt mondta, hogy kevesebb kell lenni, mert akkor kevesebb méget eszel. Ezt mondta, hogy nem kell rengeteget enni. Na, én köszönöm szépen. Csak ennyit mondok? Tendben, ennyi elég lesz. Rossz tenni, ez sok is. Hogy ismerkedett meg a feleségével? Hol ismerkedtek meg? Szilveszter éjszakáján a kollégiumban ismerkedtünk meg. Együtt jártak egyetemre? Igen, együtt jártunk, egy éve alatt, nem ment haza. Én meg szegény gyerek voltam, én nem mentem haza ünnepekre általában. Se húsvékó, se kársak, nem mentem haza, sokan voltunk otthon. Jobban éreztem magam a kollégiumban. Ez az igazság, nincs ebből semmi. Ő meg ott maradt, mert megnézte az Engri Csillagok című filmet, megnézte a barátnőjével, és akkor nem mentek azon az éjszakán haza, csak a következő éjszakán, és úgy is megettünk még szilveszter éjszakán. És akkor egyszer sétáltunk a Magyar Erdőn, jöttünk haza, akkor mondja, hogy van egy nagy baj. Hát mi a baj? Az a baj, hogy én református pap vagyok. Vagy hogy én református, és akkor mondom, mi van? Én más mondtam, és mondj, mi volna a videó volna, vagy mit tudom én, mi? Én hogy tenni tudtad, hát akkor sem volna semmi. Ez engem abszolút nem érdekel, mondtam neki. Ez tényleg így volt. Az Óbester úton mennyi alján mentünk hazafelé. Ez nem... Egyetemisták közt, ez semmit nem szerint. Ő egy éve alattam járt. Egy éve alattam járt, úgyhogy... Így van ez, úgyhogy... De itt sokat, a falu sokat fejlődött, tehát sokat fejlődött. Ő a sártól félt szegényként, félt a sártól. De én a legjobb helyen lakom, én ezt tudom, hogy a legjobb hely, ez volt a falu főutcája, biztos mondták a régiek, hogy itt volt itt a Hernák parton volt a Vágóhíd, a Szeszfőzde, a Komp, tehát itt ment az út, ezt csak később csinálták a Sörgyár felé, a Sörgyár megépült. Ez volt a Hadi út. Igen. Szerintem. Hát ez egy prima út, hiába csak egy sávos, de prima az alja, úgyhogy. Hát ő aztán megnyugodott, mert látta, hogy itt azért nincs olyan nagy, nem kell térni, sárba járni, meg ilyenek, úgyhogy. Meg neki, ő többet volt Miskolcon, mint én. Én sosem voltam Miskolcon. Nekem jó volt, hogy itt van Miskolc, tehát én tudtam, hogy bármikor bemehetek, de én sosem mentem, hónapok keltek el. Ő meg mindig Miskolcon volt. Intézte a gyerekeknek a tanulását, meg ezt tanultak, azt tanultak, ezt intézte, azt intézte. Hát közel van, most meg Miskolc még közelebb van. Ahogy mondta a feleségem, hogy egyre közelebb van Miskolc. Ez a négy sávos út, ez már első osztályon ez az út. Ez egy prima út. Úgyhogy ő szeretett itt lakni, de megmondom, mindig Miskolcon volt. Mindig jobban ismerte, mint én, mert annyira átépült már Miskolc, hogy... Ő hol való a feleségem? Az én feleségemnek az anyja makói, az apja meg szabolcsi. Az apja kisvárdai volt. Az apja kisvárdai volt, de ugye mint pap helyezték őt is 10 évente ide-oda-oda. De ő nagyon szerette Debrecent, szerette, de szerintem nagyon szerette ő Miskolcot is. Nagyon szerette. Szíve vágya volt, hogy beköltözöm Miskolcra, és halál előtt egy évvel irattam rá ennek a háznak a felét. A szüleim háznak a felét. Miskolcit. És boldog volt, hogy jól, meg megyünk Miskolcra adalakni. Nem érte meg. Szeret volna Miskolc lenni, mert szerette ezt a nyüzsgést, szerette ezt a várost. Szerette. Tehát nekem a sok testvérek közül itt van egy nővére, aki a Fideszbe kavar a... aki a húsba rengeteget ír. Az nekem a sógornőm, a legkisebb testvér. Az én feleségem még matematikusok. Az a csaj is matematikus. A feleségem is egy
Tajszán megmondta, hogy mikor született az illető. Egy matematikus elme volt. A bátya, az professzor, matematikus professzor az egyetemen. A Debrecen vagyik, az meg a testvére, éppen Márjánál láttam kitéve egy fényképet, ott egy szemész doktornőről, szerencsén, annak a férje, az a szortársa volt a feleségemnek. A bátya, matematikus professzor, közgazdász a másik húga, akkor könyvelő a legnagyobb nővére, matematika tanár a másik bátya, tehát tiszta matematikus az egész. Hát én vagyok ilyen irodalmár, én kitűnő voltam mindig, de én a matematika, a fizikát nem nagyon szerettem, tehát az nem voltam fizikai, de ő még a fizika, a matematikát, azt nagyon várt. Nagyon várt. Ő matematikus elme volt. Úgyhogy. Maga hogy került az orvoslásra? Ezt szeretett volna lenni fiatalkorában is, vagy csak valakinek hatása? Anyám mondta, hogy menjek orvosnak. És mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Én azt hiszem, hogy nem tudom, nem, én nekem hamar mondta anyám, hogy gyerek orvos, nagyon hamar mondta, de ugye anyám utána mondta, hogy jaj fiam, jobban jártál volna, ha te irodalom tanárnak mész. Még az érettségén is kérdezték tőlem ott, hogy hát miért nem irodalmi pályára megyek, mert azt lehetett érezni, hogy történelem, irodalom, ezeket jobban vágtam őket. De én örülök, hogy orvos lettem, örülök neki. Én azt mondtam nekik, mikor kérdezték, hogy miért megyek orvosira, miért nem megyek magyar tanárhoz. Azt mondtam neki, hogy Németh László, Szépernő, ezek mind orvosok voltak. És mondom, azért meg is kéne élni valamiből. Mert mondom, akkor nem lehet megélni. Nem lehet megélni ebből a hivatalomból, nem lehet megélni meg. Meg szép ez, ahogy tanítják a dolgokat. Tehát szépek ezek az elvek, nagyon szépek. De azért az orvos az egy kicsit az illúziókon is mozog, tehát ilyen illuzórikus dolgok is, tehát ilyen szép dolgok is, meg szép eszmék is. Meg ugyanakkor az orvos, meg ugye, ahogy mondtam is, az érdekek, meg az egyéb dolgokat is látni kell, összefüggéseket, tehát látni kell. Nekem tudnom kell azt, hogy azért hallgatom meg a faluban is a pletykákat, mert tudnom kell, hogy mi honnan indul el? Most felgyújtotta egy fiatalember a házat, és leégett. Leégett a cigánytelepen. Fel volt újítva, szuper volt. Tehát nekünk egy reális gondolkodás is kell az orvosoknak, tehát nekünk nagyon szépen kell gondolkoznunk, úgy mint a papoknak is, vagy a költőknek is, de nekünk látni kell az érdeket is. Nekünk azt is látni kell. Ez egy nagyon sok színű dolog. Én nem bántam meg, hogy orvos lettem. Nem bántam meg. Én most is, ha most kezdeném, megint orvosnak mennék, mert mondjam meg az igazságot, hogy az orvost nem köti semmi. Én egy irodalmár, vagy egy történész, az nem mondhat akármit. Egy orvos azért, hogy megmentse az ember életét, az mindig azt kell mondania, hogy a betegnek hosszabbodjon az élete. Mindegy, hogy az rablógyilkos, vagy jó ember, vagy rossz ember. Ez a legszebb, azért szép pálya, mert mi mindenkit meggyógyítunk. Nekünk mindenkinek hosszabbítani kell az életét. És én szoktam mondani, hogyha valakinek azt kell tanácsolnom, hogy holnap igyon meg egy liter piros bort, vagy azt mondom neki, hogy holnap menjen el a kuplerájba, élje ki magát, akkor ha ezt látom legjobbnak az élete szempontjából, akkor azt tudom mondani. És nem vagyok megkötve. Szoktak nekünk is jönni ilyen brosúrák, hogy erre a betegségre ezt a gyógyszert meg azt. Tehát én ezt nem. Én amit a legjobbnak látok. Tehát ugye egy orvos bejön, ahogy az öreg főorvosom mondta. Mikor belép az ajtón egy beteg, ahogy elkezd itt jönni, és jön felé, és megszólal, akkor már te gondolkozol azon, hogy mi baj van ennek a betegnek? Mi fáj ennek? Mi a legnagyobb baj ennek az embernek? Hát ez azért szép pálya, mert mi azt keressük az emberben, hogy mi mozgatja azt az embert. Mi azt keressük. Hát én a tévét megnézem, azt mondom, hogy Úristen, minden második riporternek ilyen fél áll a feje, ilyen arcszögbénulás van, minden másodiknak. Akár melyik adót nézem, mindegyiknek így fél áll a feje.
Tehát látom, hogy arcileg bénulásuk van nekik. Túlárjuk, túl vannak hajtva, túl vannak erőltetve, vagy a franc tudja, hogy miért. De látszik rajtuk. Tehát én, ha egy embert meglátok, akkor rögtön abban a pillanatban, persze, abban a pillanatban, hogy kivel beszélek. Fiam beszélt egy nőről, már most helyezték oda Perzékre, beszélt egy nőről, hogy felkereste őt, hogy kinyílik az ajtó éjszakánként, én marhassam. És akkor mondtam neki, hogy ki az a nő. Én mondtam neki, aki csak ügyeletet szoktam menni ezen a vidéken, és mondtam, hogy megmondtam, hogy ki az a nő. Most aztán ott jártam, vittem a tejet neki, és akkor mondta a nevét, és nem mondom, a harmadik házból, akik ez meg alá pontosan, az a nő volt az. Azért mondom, hogy mi is skatujázzuk az embereket. Mint ahogy a presszós skatujázzuk, hogy mit hívott az illető, vagy mit vitt a bótos, mi úgy skatujázzuk, hogy jaj, amelyiknek a harcegybérlás volt, vagy amelyiknek a körmét kellett levenni, vagy amelyiknek gyomorfekije volt. Hát mi így skatujázzuk az embereket, tehát mi így. Szép pálya ez. De ugye itt volt az a szegény doktor. 52 éves korában infarktus kapott. 52. Érdekes dolgok ezek. Nagyon érdekes dolgok. Az én apám 47 éves korában kapott szívinfarktust. 47. És kikerült a termelésből. Kikerült. És 19 évig élt még utána. És akkor itt tele volt rakva gyógyszerrel az egész asztala. Neki az és azért nem szeretek csak egyetlen szemgyógyszert szeretek. Egyetlen szemet szeretek csak egyet. Mert azt mondtam, hogy ugyanannyi ideig fogok élni, mint ő, pedig 65 és fél évig élt, és akkor lehet, hogy csak ezt az egy szemgyógyszert kell szednem, nem kell nekem 20 félét szedni. Mert a génjeimben így van, úgyis addig fogok élni, akkor meg mit úrálok itt össze-vissza? Már mit gondolom, én lettem róla is? Mert csak ott volt hely. Nem volt máshol hely. Én mentem volna nőgyógyásznak, ezek divatos szakmák voltak. És urológián volt csak hely. De egy csodálatosan szép szakma urológia. Az országban 220 urológus szakos van összesen. Összesen 220 van. Most én ráadásul le voltam szerződve a Szelmevesz kórházhoz. Én két ösztöndíjat kaptam. Apám intézte. Mégis akármi lehettem volna, egy-két évig megyek urológus, utána megyek máshova. Csak én nem akartam kórházorvos lenni, nem akartam. Mivel ezt elkezdtem, ezt megszereztem. Megszáradt december 21-én, most írom a jelentést, mert 5 évente hosszabbítani kell a működési engedélyt, és most fogom írni a papír, azért tudom pontosan mi, hogy volt. December 21-én megszereztem a szakvizsgát, és február 1-én kijöttem költőorvosnak. Tehát én nem akartam kórházorvos lenni, csak hogy magasabb legyen a végzettségem, többet lássak, mert én engem, mint urológust áthívtak a nőgyógyászatra, áthívtak a belgyógyászatra, áthívtak a bőrgyógyászatra. Tehát hívtak, hogy nem tudja az illető vizelni, vagy nem tudom milyen problémái, urológiai baja vannak. És én mentem át az ő a főorvos képviseletőre. Tehát én azért mentem urológusnak. Az én feleségem gyerekorvos akart lenni. Gyerekorvos. Nem volt gyerekorvosi állás, és így lett szemorvos. Így lett. Soha az életem nem lett volna szemorvos. És benn laktunk a szemosztályon a harmadik emeleten, egy üres szobával laktunk két gyerekkel. És a korásztól kaptunk lakást, mi az Avasdélen, kint kaptunk, hogy csodálatos lakásunk volt. Egy plusz két feles, magas földszintes garázssal, egy ilyen lakás volt, nagyon szép lakás. Feleségemnek fájt is, de mondtam, hogy ki kell jönni. De én nem jövök meg, jaj, én elvállok meg, de mondtam, én ki akarok jönni, mert én nem akarok ott 30-100 orvossal veszekedni ott Biskolcon. Jobb nekem itt, mert itt az orvosok itt nem bántják egymást, mert itt mindenki megél. Még ha kétszer annyi beteg volna, akkor is megélnének. Tehát mindenki megélne. A Józsi, meg a Jancsi, meg a mit tudom én ki, meg a Viktor bácsi is. Azt kérdezi, hogy hát hogy élek én meg, mikor Viktor bácsi leszedje a tejfölt mindenről. Mondom, jaj, megélek én mikor is. Tehát megéltem jól, tehát tényleg úgy volt, hogy egész közel volt Miskolchoz. Itt könnyű volt orvosnak lenni. 12 kilométerre a Miskolctól. Csodálatos négy felszerelt kórház. Szent Ferenc, Vargyári, Szemmelweis, Szentpéteri Kapuj kórház. 12 kilométerre a Miskolctól. Tehát akármi baj volt, küldtem a kórházba, ha problémám volt. Akármi baj volt. Itt könnyű volt orvosnak lenni. Nehezebb az orvosnak lenni, mit tudom én, ahol 40 kilométerre van a legközelebbi kórház. Tehát itt könnyű volt orvosnak lenni. Könnyű volt.
Nehéz azért volt, mert megmondom, hogy az első 3,5 évben 110 ember volt naponta. Pedig én olyan orvos vagyok, hogy én nem hívok fölöslegesen vissza senkit. Most visszahívom, mert van ez a H1N1. Most gyerekeket visszahívom, meg a felnőtteket, hogy jöjjön vissza, majd meglátjuk, mikor gyógyul, hogy gyógyul. Most nem merem azt csinálni, hogy itt van 5 nap, aztán ne gyere vissza, csak akkor, ha bajod van. Nem, most visszahívom őket, most csak a H1N1 miatt csak. Emiatt hívom csak vissza. De itt könnyű volt orvosnak lenni. Könnyű. Azért fog ez a falu orvost kapni szerintem könnyen viszonylag, mert elég közel van Miskolchoz. Közel van. Közel van Miskolchoz. Közel. De mondjuk itt van Bőcs, ami nem kap orvost, hanem úgy csak ilyen kiárósokat. Hát azért járok ügyelni, most én voltam Karácsony első napján, én voltam, most 10-én én voltam vasárnap. Mert már nem bírják a bőcsiek az ügyeletet. Nem bírják a bőcsiek. Én segítek be az infarktusommal, én segítek be vasárnapokon, meg egész napos ünnepeken át. De nem vitatkoztam Jancsival, mert ő a ügyeletvezető Zsoltán, nem vitatkoztam vele, mert azt mondtam, hogy ő helyettesít engem, mert el szoktam menni Szoboszlóra. Ugye 20 évig jártam motorral. Annak az volt az oka, hogy edzettem magam. Tület edzettem, hogy nekem, ha most kocsival megyek ki, nekem az egy nyaralás. Tehát én tényleg így van, mert én télen-nyáron mentem a motorral. Úgy kellett levennem a motorral, amikor leszálltam volna a télen. Hát persze, meg elég bevoltam így, ezért. Mert direkt azért csináltam, hogy legyek edzett, hogy bírjam. Mert azért itt is volt azért, most is Karácsony első napján. Hogy kint... Azért a motorral be lehetett akárhová menni. Be mindenhova, persze. De a Szilvásba, ki a Hermek partra, akárhova. Lementem Ónodig. Felmentem Megyasszóig, vagy ebben a tarangodra számtalanszor elmentem a motorról. 2 évente eladtam a motorokat, vettem egy másikat. Megint eladtam, megint vettem másikat. Milyen motorjaid voltak? Simpsonok voltak. De volt, először volt egy Riga, először egy Riga volt. Miért vettem azt? Fogalmam nincs. Egy Riga, aztán egy Babetta volt, utána kezdtem a Simpsonokat venni. Most vett a fiam egy Schwalbe motort, Schwalbét már nem is gyártanak. A legrégebb is valamit vette, de alig van benne kilométer. Tennap mutatta nekem, hogy milyen jól néz ki, meg ez, meg az. Úgyhogy érdekes dolog ez, de szóval az igazság az, hogy itt nem nehéz orvosnak lenni, mert közel vannak a kórhának. És rá vannak az emberek szoktatva, rám haragudtak a mentősök, meg a kórházorvosok. Már megint beküldi Miskolcra, én meg azt mondtam, hogy több szem többet lát. És nekem lett igazam azért, azt mondtam, hogy ki kell az embereket vizsgálhatni, mert ki tudja, hogy mikor fog stoppot jelenteni az állam. És azt mondja, hogy nem vizsgáljuk. Na most, hogyha... Elfogyott a pénz. Igen, hát nem akarom mondani, mert nem akarom, mert ez megmaradt 100 évig. Hogy most is van olyan beteg, aki ha nem sürgősségre teszik, akkor lehet, hogy fél évvel operálták volna meg. Van ilyen, úgyhogy. Van olyan, akit nem operálnak meg. Mert akármennyi pénze van még, akármit tolják, nem operálják, mert azt mondják, hogy először a citostatikus kezelés, meg majd vissza fog menni, meg ez a marhaság, tehát ez azért marhaság, mert először meg kéne operálni, aztán utána majd meglátjuk, hogy mert ez most nem jó. Úgyhogy ez jó hely ez a németi, tehát jó hely. Akkor a másik, ami miatt jó hely, amit mindig el is mondtam. Jó a kőzet nagysága németnek. Jó a kőzet nagysága. A víz tisztító művekben, a vízi, ezekben, hogy mondják ezeket, ahol a víznyelő, vízművekben. Ott ilyen öklönnyi kavicsok vannak, azok az ideálisak. Tehát kisebb se jó, nagyobb se jó. És ennek a falunak ilyen a talaja. Ilyen kupokon feszik, mint a Róma, mit tudom én, 7 dombon feszik. Ez a falu is ilyen dombokon fekszik, és kavics. Úgyhogy amelyik, ahol a szemcsinálatság kisebb, ott agyhátos oldási járványok vannak, gyakran, endémiás, tehát benne van a talajban. Itt nálam sose volt agyhátos oldás. Egyszer-kétszer, amilyen szerejtoldáshoz társult. De például Alsó-Zsolcán, Bölcsön, homokot bányásznak, tehát kisebb a szemcsinálatság. Ott már van agyhátrivadás, benne van a talajban. Ez egy egészséges falu. Egészséges, normális, jó kis falu.
Ezt merem mondani, tehát ez egy jó falu, úgyhogy... Én csak ajánlom mindenkinek. Voltak időszakok, mikor itt akartam építkezni, tehát akartam egy egészségházat építeni. Itt a Átorosnak a portálon, ami a Magyar Pisták mellett van. Azon akartam építkezni, de hát... Akkor volt olyan, amikor meg akartam venni ezt az egész hóba levancot, vagy 15 éve. Akkor mondta, hogy csak annyira adjuk el, amennyire fel lehet építeni. Most dobáltam el a papírokat róla. Most dobáltam el, mert azt mondtam, hogy ez már a kutyát nem érdekli. Nem érdekli a kutyát sem ez, hogy mi volt, hogy volt. Mert ha akkor megvettem volna, akkor ugye valamit kezdeni kellett volna vele. Végül is. Úgyhogy... De hát ez elmúlt. A lányom ugye Tapolcánra ment lakni, és akkor ő ott gyerekkoros Görögből jött. Tehát az már... Miskolc-Tapolcán. Tehát nem a Balaton-Tapolcán, nem, Miskolc-Tapolcán. Hát csak azért, mert ott építettem egy lakást, vagy 20 éve. Mondom, valahova be kell tenni a pénzt. Ha ide lakom be a pénzt, akkor egy tégla 100 forintot ér, ha oda lakom be, az egy tégla 1000 forintot ér. Tehát 10 annyit ér egy tégla. Ugyanaz a tégla. Ugyanaz a munka. Tehát 10 annyit ér. Ő ott Görömbön gyerekkoros. És ott jól el is vannak. Unokák? Nekem azt mondja, van egy 14 éves lány, a lányomnak van egy 14 éves lánya, akkor van egy 8 éves lánya, meg van egy, ez a két lány van a lányoméknak, és a vőmnek, illetve a fiamnak pedig van egy 8 éves. Fiamnak pedig van egy 8 éves lánya. Fia, annak a tenek volt a születésnapja. Holnap lesz a születésnapja, holnap lesz a 8 éves születésnapja. Úgyhogy én éppen beszélgettünk itt vele, hogy mi akar lenni. Az unokámat kérdeztem a nagy lányt, hogy te mi akarsz lenni? Mert ott orvosok akartak lenni, ugye apja, anyja, orvos. Azt mondja, hogy ő majd kereskedni fog az interneten. De mondom, hát ha mindenki csak kereskedni fog, akkor ki fog dolgozni? Hogyha senki nem fog termelni semmit, akkor mi lesz? Hát mert az unokája emlékszik az ön édesapjának a mondására, hogy a kereskedők a gazdag emberek, nem az orvosok. Igen, ugye? Hát igen. Igen, de hát nem tudom. Nem tudom én ezt. Nem tudom. Hát én, ha újból kezdeném, akkor újból Herrán Németivel lennék.